kis Jézus megszületett, bőrben gyűlünk, elküldötte ő szent fiát, Istenünk. Betlehemben fekszik rongyos jászolban, azért van oly fényesség a városban. Amiben kíséretében mutatták be közös műsorukat a közönségnek a diákok és pedagógusai Dombováron. Ismét két helyi oktatási intézmény fogott össze, hogy színvonalas betlehemi játékkal meghitt ünnepi hangulatot varázsoljanak a közönség szívébe. Fenyőfa, sok cukor, ajándék minden, de az én szívemben nincs. Minden advent vasárnap két-két iskola műsorra készült. Ezen a vasárnapon a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Eszterházy Miklós Technikuma és a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ. És ma gyűjtjük meg a negyedik adventi gyertyát, tehát egy kis betlehemes műsor is lesz és zene. A rendezvénysorozat pedig én úgy gondolom, hogy fantasztikus, ha itt körbenézzünk, akkor tényleg egy ilyen igazi forgatag alakult ki, és így volt ez valamennyi adventi vasárnapon. A legnagyobb meglepetésre az első vasárnap zúgó eső mellett is több százan voltak itt, és én azt hiszem, hogy soha nem látott rendezvénysorozat alakult itt ki Dombováron. Adventi gyertya a szeretet gyertyája. János levelében azt olvassuk, hogy Isten a szeretet, és aki szeretetben él, az Istenben él, és Isten is ő benne. Isten szeretetét ajándékozza nekünk, hogy felemeljen bennünket, erőt és reményt adjon mindannyiunk életébe, sok-sok küzdelmünk között is. A műsort követően Hegedűs János katolikus plébános osztotta meg ünnepi gondolatait a résztvevőkkel. Most már csak néhány nap választ el bennünket karácsony ünnepétől. Lassan beteljesedik az adventi várakozás, a lelkes készület. Az elcsendesedés ideje véget ér, és ránk köszönt az ünnep, amelynek örömhírét Szent Máté evangélista úgy fogalmazza meg, hogy Jézus születése azért történt, hogy beteljesedjen a próféta jövendőlése, Emmanuel, vagyis velünk az Isten. Karácsony ünnepének igazi értelmét és lényegét ez adja meg. Az üdvözítő születését ünnepeljük, akiben maga Isten jött közénk, önmagát, végtelen szeretetét ajándékozta nekünk, hogy felemelje életünket, hogy megérezve, megtapasztalva az ő közelségét, megérezzük azt is egyben, hogy nem vagyunk kivetettek ebben a világban. A
folytatásban a Szironta együttes adventi harangjátéka csendült fel a művelődési ház előtti téren. A formáció 2004 óta működik. Jelenleg 5 zenésszel érkeztünk ide Dombóvárra, és a mai repertoárunk tulajdonképpen a karácsony dallamai fognak felcsendülni. Jellemzően az angol szász nyelvterületről hoztunk karácsonyi, illetve adventi énekeket, de egy kis klasszikus, egy kis filmzene is meg fog jelenni a mai műsorunkban. Azt tudom mondani, hogy most decemberben 70 koncertünk volt, ez remélem, hogy azért jelent valamit a nézőknek, de missziónk az, hogy minél többen megismerjék ezt a hangszert, és ezért mindent el is követtünk, ezért nagyon-nagyon sok helyszínre elmegyünk, és próbáljuk átadni a közönségnek azt, hogy igenis léteznek a harangok, és a harangokon lehet zenélni is. Meglátásunk szerint meglepődnek az emberek, amikor mi elkezdünk egy-egy koncertet, hiszen nem tudják, hogy mire számítsanak. Nagyon-nagyon sokan még csak nem is láttak, nem is hallottak erről a műfajról, erről a hangszerről, és ezért meglepődnek, amikor kirakjuk a harangokat, és összefüggő dallam születik meg belőle, úgyhogy a tapasztalat az az, hogy kedveli a közönség a hangszerünket. Az adventi programokra egész decemberben nagy számú közönség gyűlt össze Dombováron. Nagy élmény ez, és hála Istennek azt mondom, hogy végre valami történik Dombováron, tehát ezek a folyamatos műsorok, folyamatos, ami itten karácsony előtt történik, ez egy csodálatos élmény. Elég sűrű volt a december itt a művelődési ház környékén, hála az égnek, hiszen májusban tudtuk kinyitni, és utána, ahogy indultak a programok itt az év végére, azt gondolom, hogy szinte majdnem bepótoltuk mindazt, amit az év elején nem tudtunk megtenni. Különösen, hogy az előbb említettem a decemberi hónap, hiszen igyekeztünk decemberben a fiatalabb korosztálynak, a középkorúaknak és az időseknek is, hogy úgy mondjam, megfelelni olyan programokkal, ami nekik a szívhez közel áll. Hát szinte nehéz is lenne felsorolni, mert gyakorlatilag nem csak a hétvégeken, a hétvégek természetesen kiemeltek voltak a péntek, szombat, vasárnapok, a advent első gyertyagyújtásától egészen a mai napig, aranyvasárnapig, de ekközben még hétközben is jutottak olyan programok, amivel ki tudtuk egészíteni. Gondolok itt például az idősek karácsonyára, ahol nagyon nagy szép számban jelentek meg az idősek, aztán a gyerekeknek volt program a művöldési házban, Fenyvesi Gáborral és Deli Orsolyával, ez már a Mikulással egybekötve. Azon kívül koncertek voltak, Mészáros Tamás lepte meg a vendégeket. A művelődési ház előtti téren felállított jégpálya népszerűsége is töretlen. Nem csak a helyi, de a környékbeli iskolákból is érkeznek korcsolyázni vágyó fiatalok, és a nagy közönség számára szintén mindennapos nyitvatartással üzemel a létesítmény.